Az első az, amikor ugye egyáltalán megismerkedtem ezzel, ez a apukám alakította ki a fürdőszobában. Köszönjük. Igen. Úgyhogy nekem egyébként nagyon sokáig így is működött, tehát nem is ismertem más labort, hanem hogy kell a fürdőszobában a tolható mosógépre rakom ugye a nagyítógépre, mivel hogy sokszor kifordítottam, most utolok előre hátra, tehát hogy ebbe gondolkodtam, és akkor elkezdtem tervezni a saját laborom, akkor nem is tudtam átállni, hogy tehát oda is kell egy gurulós mosógép. Van egy ilyen vicces sorozat, ami pont arról szól, hogy az analóg technikát, illetve egész pontosan most például a fotogram, hogy a fotogramot hogy lehet átemelni mondjuk a digitális viszonyok közé. És hogy mennyi, tehát hogy mondjuk a valósághoz való viszony, vagy a közvetlen érintkezésen alakuló technika az, érvényesülhet egy ilyen technikában, egy ilyen rendszerben, ahol tulajdonképpen bináris kódot alakítják, tehát hogy így közé áll a valóság és a látvány közé a matek, és hogy ez így átemelhető-e, illetve most például pont erről beszélgetünk, hogy hogyan fogadjuk az analóg technikába a hiba fogalmát, vagy egy digitális technikába. És hogy most például, amiket csináltam digitális fotogramok, ott ilyen mozgással elértem azt, hogy a szkenner nem tudja követni a mozgó tárgyat, és szétesnek ezek ilyen pixelekre. És hogy itt például az a kérdés, hogy ezt ugyanúgy el tudjuk-e fogadni, mint például egy analóg technikával, amikor a hívó kicsit elfolyik, vagy akkor látjuk a szélén, hogy az anyag megjelenik, hogy ez egy érdekes. Oké, tehát a párhuzamosságokat keresel? Igen. És valójában nem beszélsz a hierarchikus viszonyul egyik vagy másik esetében sem. Tehát el tudod képzelni azt, hogy bizonyos idő elteltével, ha megtalálod a megfelelő párhuzamokat, akkor ezeket teljes mértékben a digitális változatokban használod? Nem, hanem azt tudom elképzelni, hogy vannak dolgok, amikhez ez alkalmas, és vannak dolgok, amikhez pedig a másik dolog alkalmas, attól, hogy mit szeretnék. Érdekel, hogy milyen kérdéseket szeretném feltenni. Egyszerű a történet, amikor szüleim elváltak, faderom ott hagyta a fényképezőgépét. És a legrövidebb tekercs elfotózott film után rájöttem, hogy én jobban szeretem előhívni, mint elfotózni. Aztán szépen lassan így fejlődött. Iskolában fekete-fehér labor. Ott megtanultam az alapokat, és akkor mindig egy kicsit úgy, hogy többet, nagyobb méretű képek, és végül jött a színes, viszonylag hamar fekete fehér után. Az meg a fényszöv segített hozzá. Minden laboratóriumnak van egy illata. Nem feltétlenül a vegyszer szaga, mert a képek szaga, maga a vegyszerek szaga, nyersanyagoknak a szaga, ez egy szag egyfelévleg, mert ugye alapjában véve sötét van a laborban, szóval nagyon a kéznek, kéz és az orr, ami ugye, szóval én megérzem, hogyha valahol labor szemel. És ez mindegy, hogy a Magyar Filmlaboratóriumnak a hívógépterme, vagy egy tábori laboratórium, vagy az otthoni saját mozi laboratóriumon, mindenhol ez megvan. Ritkán áll a fényképezőgép mögé, mert az igazság az a kis időmet, ami van,
azt a családdal töltöm. És akkor inkább a gyereket fogom, mint a gépet. De ha arra kerül a sor, akkor az is szigorúan az analóg képrögzítés jegyében telik. És ez igaz a mozira is. Az egy, szóval annak van egy varázsom, az egy rendszer. Régen a fotó az közelebb állt hozzám, de annyira szét lett zilálva, annyira nehézkesé tették, körülményessé tették, hogy meg, szóval nem is olyan megrendelések, és nekem mindig szívfájdalmam, hogy dia, az, aki tekes diát előgyűjtni, és kérik a szkenelést. Jó, vágom, hogy 21. század megjöttek, könyörgöm. Ez valami nekem olyan dolog, amikor az ember, amin egy márkás, tényleg egy zsűrizett bort papírpohárból iszik. Meg felhítja szódát, vagy kólát töltve. Ha diára fotózol, akkor vetítsd a, vagy ne fotózz diára. A mozi az most ilyen téren kezd visszarendeződni, hál' Istennek. Inkább a kudarc az, hogy elkezdek valamit csinálni, és mire kikísérletezem, kiforja magát a technológia, megszüntetik, megváltoztatják, nem gyártják, más gyártja, másképp gyártja. Tönkre vagy a berendezés, nincs utánpótlás, nincs alkatrész utánpótlás, ilyenek. Talán én azért vagyok másabb, mint a többi kollega, mert ők vagy csak fotós, vagy csak ez, csak az, én meg ugye minden, ami analóg. De természetesen van mindegyik oldalról olyan, akinek a tanácsát elfogadom, és de ez oda-vissza működik nálunk. Jó ránézni egy képre, és nem a Winchesternek gyártjuk a képeket. Vagy egy memóriakártyának, amit a végén egy kis baba rák szét, vagy a kutya. Például mondjuk egy ilyen költözéshez eléggé köthető, az első olyan helyen, ahol csináltam labornok meg a szüleimmel együtt laktam, hogy az ilyen klasszikus tudószobás megoldás hol indult, de építettem egy külön labort, és aztán a következő lakásomban, ahol nem tudom hány évig laktam, de jó pár évig, meg egy egész külön helyiséget építettek, tehát ott volt egy külön, ott egy nagyon komoly labor volt, és ott nagyon jól lehetett dolgozni. És amikor onnan elköltöztem, akkor nem alapítottam ki ilyen komoly labort az új lakásban. Ott tulajdonképpen ott meghagytam egy lehetőséget, hogy lehessen laborálni, de ott soha nem laboráltam, ott soha. És ott kezdődött el az, hogy akkor egyrészt kicsit ritkábban dolgoztam laborban, illetve gyakor visszaszorult eléggé a laborhasználat. Illetve amikor meg mégis, akkor meg már más laborokban mentem dolgozni, és ez a mai napig így van, tehát nincs otthon nem tudok most laborálni. És nem sérted a hiányát, hogy legyen az otthoni teredben egy ilyen labor? Néha igen. De hogy még nem éreztem annyira hiányát, hogy tegyek ellene. Azt nem mondom, hogy ez az egészet benne, de azt látom, hogy visszatérek a laborba. Sötét kamerában sötétbe, vagy újra foglalkozom a sötét kamerában, vagy ez a mesterséges izoláció.
azt csinálom, vagy legalábbis én így csinálom. Hogy így... Ezt mindig mondhatom, hogy olyan, mint hogyha kezdeni száj, mit is csinálok valójában. De ez folyamatosan az, de ezt nem zárnám el soha. Most például, ahogy rekonstruáltam, néhány 88-as, 88-ban kitalált és elkezdett minket. Rekonstruáltam, tehát újra megcsináltam, de kisebb visszatértem, amit elemekkel a lépésekkel, amiket akkor nem. Ők is hozzatok. Most jöttem rá, hogy mi volt az, ami akkor visszatértem. És ez egészen... És mi volt az? Ez a fotónaptam az a tulajdonsága, ami kicsit így a film felé, ugye a narráció felé, a mozgókép irányába viszi el az állóképet, tehát az a lehetőség, az időbeliség lehetősége, ami a történet nélkül. Azt hiszem, hogy ez az, ami... tehát ugye az idő az nagyon foglalkoztat, csak nem feltétlenül a konkrét történetek. Ha soha nem vonzott, hogy természettudománnyal foglalkozol? De... Oké, ez ideális interjú. Szuper. Mert én nekem ez olyan, mint a játszósarok. Tehát én az életemnek voltak nehezebb időszakai, akkor én itt iszonyatosan sokat tudtam a magánéleti feszültségét megoldani. Tehát itt egy olyan fajta kikapcsolódás volt, ami még talán építőbb is volt, mint hogyha az ember valamilyen deviáns magatartásba elkezd alkoholt inni, vagy valamit, mert ugye nem mindenkinek egyformán csörgedezik a gyönyör, a boldogság pataka, és hát ebben ennek is, tehát én az úgynevezett arhaikus fotográfia, és ezzel belül mondjuk konkrétan ez a nedves eljárás, ez engem nagyon nehéz időkön úgy kötött le, hogy nem ártottam magamnak semmilyen egyéb más dologgal, mint ahogy ez nagyon sokszor előfordul, hogy valaki aztán belekerül egy olyan örvénybe, amiből nagyon nehéz kimászni. Én ugye kezdtem a cianotípiával, aztán foglalkoztam sópapírral, aztán albuminnal, aztán az argentotípiával, és akkor ez nagyon hosszú időn keresztül foglalkoztatott, így készítettem negatívról vásolt pozitív képet, ugye a Lackó Peti, ez hasonló eljárással, és amikor a valamilyen fajta technikai sikereket értem el a nedves lemezzel, akkor valahogy úgy érzem, nem tudom elképzelni, hogy másfajta technika jobban lekötne a kudarcaival és a sok csalódásaival együtt. Tehát ez egy olyan érdekes ragaszkodás, aminek nincsen igazából magyarázata. Nem álmodom arról, hogy készítsek gyönyörű, szép, nagy minőségű daguerrotípiát, viszont arról még most is álmodom, hiszen annak ellenére, hogy technikailag és esztétikailag készítsek én ezzel az eljárással, mert vannak olyan dolgok, amit az emberek nagyon tetszenek, és de nem tudja racionálisan megmagyarázni. Biztos, hogy meg is lehetne, de nem tudja igazából. Hát ahogy kinéz, ahogy elkészül, ami előtte van, közben, utána, az a szabadság, hogy nem vagyok semmilyen fajta anyaggyártónak kiszolgáltatva. Aztán, ha nem sikerül, letörlöm, hanem ez virtus van benne. Szóval sok apró összetevő, ami nekem tetszik. Thank you.
Én most az utóbbi időben a kreativitásnak azt a módját, ami mondjuk általában jellemzi a úgynevezett fotóművészeket, azt magamban nem érzem. Vágyat érzek arra, hogy egyszer majd, mert van ez a kis lakóbusz, amelyiket be tudok sötétíteni, várom azt a biztos technikát, amikor nem azért kell hazamenni, mert valami foltos lett, vagy nem úgy sikerült, hanem azért, mert nem tetszik, mondjuk, mert vagy éppen beborult közben, vagy nem onnan. És abban bízom, hogy le tudok majd ülni egy fényképezőgép mellé, és ott üldögélni fél órát, egy órát, aztán ha valami történik, akkor gyorsan megöntöm a kollódiumot, mert kilesem, hogy majd innen jön a fény, onnan jön a fény. Volt a fotográfiában erre számtalan példa, amikor ilyen hosszú időt ültek egy téma előtt, és ha ez nyilván, ennek persze lényegesen az lenne a lényege, hogy az ember az érzéseit, vagy a véleményét, vagy az indulatait, vagy valamiét ebben a képben kifejezze. És mivel ez még így nem materializálódott bennem, ezért várom. Azt lehet, hogy nem is fog megtörténni. Volt egy barátom, aki kisképzőre járt, és akkor ott volt, hogy be tudtam menni a laborba, és akkor ott valamit előhívtak, vagy megnyitottak, mert nem is emlékszem. Hívtak fiamat, és azt végig tudtam nézni, és az azt követő alkalommal ugyanez a barátom jött nekem segíteni Kispestre, és akkor azt tudtam vele közösen ott nálam csináltuk. Hát klasszik, majd fürdőszobában rendeztem be először. Határom a régi nagyítógép és a régi raboltárkája előkültek a padláshoz, és akkor kb. Így. Egyébként elég keveset laborálok én otthon, tehát hogy nagyjából amikor fölkészülök egy vásárra, kevered meg ilyesmi, alkalmanként szoktam magamnak nagyítani azt, de nem használom ki a laboromat. Ahhoz képest, hogy milyen jól föl van szerelve legalábbis. És ennek milyen oka szerinted? Hát, mert időben folyton el vagyok csúszva mindennel, és ugye ami pénztermelés szintre tud jutni, az a vándorfényképezésnél, úgyhogy arra fókuszálok. Mert hogy közben ugye vannak más jellegű munkáim is, amik hát így folyton el vagyok csúszva, legalábbis úgy érzem, és akkor ilyen kényszerérzet mellett nehezen veszi rá az ember magát, hogy esténként bezárkodjon és így a tólet elszüttyögjön. Tehát a vándorfényképész szituációra fókuszálnék most lehet. Ott az van, hogy amikor elmegyek egy helyszíne, és jönnek be az emberek, és akkor nekik ezt meg tudom mutatni, meg a velük végig tudom csinálni. Nekem az a legizgalmasabb rész. Tehát amikor visszaemlékszem egy képre, akkor is mindig azok az emberek, akik ott körülvettek, meg az a hangulat, ami az adott fesztiválon vagy vásáron volt, az jön vissza, és az, ami erősebb benyomást tesz, mint maga a kész kép. Hát nyilván az nálam sokszor a módsz, hogy bele lehet menni a kamerába, és belülről végig lehet nézni valamit. És ez nagyjából az én sajátom. Ez így saját útfőből jött, vagy ez így nem koppintása valaminek. Hogy olyat megmutatni az embereknek, ami már kihalt, ami már ilyen, attól fogva kuriózum, hogy ritkán létezik, vagy nem ismert. De ez az, amiben amiben erő van, amit én csinálok, hogy végig tudnak nézni egy olyat, ami hát archaikus vagy régi, ez most részletben is úgy fogalmazunk meg, de hogy szokatlan, meg látványos, meg izgalmas inkább, tehát hogyha nem feltétlenül az ilyen régi irányból közelítem meg, hanem csak azokat a jelenségeket most végig lehet nézni, azok mind érdekesek, és csak egyszerűen érdekességet mutatok. Mert ez az, amit szívesen csinálok, hogy egyrészt ugye szerkentyűkkel szöszölni, hogy építgetni, meg lebontani, meg beüzemelni, és akkor működtetni, meg karbantartani. Képészmérnök is lehet, annyiből, és mégsem.
Azért az egy más világ a gépészmérnök szerintem, az egy sokkal kötöttebb, szigorú szakma. Amit én csak, az meg nagyon szabad. Tehát vannak néha ötletei, amiket szépen megépítek, és akkor elszűntjük magamban, de egy gépészmérnök azért az egy más világ. Lehet, hogy az is ilyen faterom gépészmérnök, mindig van a családon belül is ilyen van. Van hozzáérzékem, nyilván ez ilyen műszaki dolgokhoz, de ez így nem alakult így, hogy egy gépészmérnök lettem volna. Tök jó dolog a művészet. Én magam úgy nem érzem magam művésznek konkrétan, vagy nem akkor is definiálom ezt a kérdést, tehát nem foglalkozom úgy igazán, de hogy tehát nem. Köszönöm azt, hogy képzelem az művészettel, vagy képzelem művészettel. Inkább, mármint hogy magam dolgát inkább csak úgy ítélem meg, hogy mennyire érzem benne én magamat, mennyire tetszik a közönségnek, és mennyire lehet belőle megélni. De hogy ez, hogy ezen kívül mennyire művészet, vagy nem művészet, az legkevésbé sem érdekel. Én egy kivételes eset vagyok, mert hogy egyrészt olyan a lakásunk, ahol nem is lehetne ilyet csinálni, de viszont majdnem 20 éve mindegyik iskolában, ahol vagyok, meg főleg, hogy otthon a Momen, mint ilyen legbázisabb bázis, hogy ott a ottani labor, meg az ottani műterem, azt használom. De nem mondom azt, hogy éjjel-nappal a laborban. Mert én is úgy, mint a többiek, mindenki más éjjel-nappal a komputer előtt csinálom melóimat, de tehát, hogy olyan mértékben vagyunk leszokva csak a laborról, amennyire praktikusan ez van. De semmi problémám nincs azzal, hogy tehát ha lenne olyan lakásunk, akkor persze, hogy csinálnunk benne a labort. De bejárunk. Vagy a Momiának a laborjába. De hogyha arra voltál kíváncsi, hogy a művészeti dolgaim között van-e mostanában olyan, amit én laboráltam, nincs. És most éppen olyan digitális képeket csinálok, amik úgy néznek ki, tehát azt idézik föl, vagy a, nem tudom, hogy mondjam ezt, hogy tehát a analóg fekete-fehér fotóknak a struktúráját reprodukálom digitális módon. Egész pontosan arról van szó, hogy a szemcsés fekete-fehér fotó, azt én úgy állítom elő, hogy digitálisan, hogy a szemcsék azok nem szemcsék, hanem képek. Csak olyan arányban vannak az egész képhez képest, tehát hogy ugyanazt a világot talán az egyik kifejezés, hogy az analógnak a világát, meg a filozófiáját teszem bele az elektronikába. Tehát hogy nem azért használom az elektronikát, mert hogy most átálltam volna elektronikára, hanem ezt az egész kérdéskört fogalmazom bele a képekbe. Azt is, hogy mi az, hogy digitalizmus, meg mi az, hogy analóg, meg mi az, hogy kémiai fotó, mi az, hogy ez az egész problematika. Magáról a médiumról szól, amit csinálok, és ahhoz vannak megtalálva a megfelelő motivumok. Tehát nem fordítva van. De az egész erről szól. Tehát anélkül a leganalógabb dolgot csinálni, hogy egyáltalán laborba betegem a lábam.